A mérkőzést kissé álmosan kezdték a csapatok, hiszen 5 perc elteltével mindössze egy gól született. A fehérben játszó Debrecen megpróbálta gyorsítani a játékot, de gólok helyett eladott labdákkal vétették észre magukat. Védekezésben a vendégek nem válogattak az eszközökben, már-már durva szabálytalanságokkal igyekeztek megakadályozni a váci gólszerzést. Meglepetésre a hazai együttes felvette a kesztyűt, így látványos gólok helyett jobbára kemény faultokat láthatott a közönség. Az első félidő a kevesebbet hibázó váciak 11-9-es előnyével zárult. A második játékrészben a hazai csapat gyorsan megmutatta, hogy a folytatásban a labdával és a góllövéssel kíván foglalkozni. Szádvári Krisztina látványos emelése is ezt bizonyította. A Debrecen futott az eredmény után, de Slakta Petra és Varsányi Nóra szép góljaival sem tudott egyenlíteni. A váciak játékába azonban még az is belefért, hogy kulcsemberük, Tápai Szabina csak a meccs 44. percében szerezte az első gólját. A Debrecen viszont Vörös Bettina lövésével 2 találatra felzárkózott, majd megkapta a lehetőséget arra is, hogy hosszú idő után egy gólra feljöjjön. Cserél a Debrecen, jön Herr és jön Slakta, de megjön az a harmadik csere is, mert hogy jön Vörös. 7-6-nál volt utoljára 6 gól a különbség, ez 11-9-nél jó párszor elmondtam. Vörös belemegy, nem tud 2-ről egyre zárkózni a Debrecen egész meccsen. Az utolsó szó is a Vácé volt, Farkas Veronika ezzel a remek góllal állította be a 26-22-es végeredményt. A Váci továbbra is őrzi dobogós helyét a tabellán, a Debrecen pedig zsinórban az 5. meccsén kapott ki.